Na szavaztok gyerekek, itt vagyunk a következő... Na miben? Mit vettem 1000 forintért? Videóba? Hát kezdjük akkor el, itt az első termékünk. Semmi nincs ráírva, nehogy azt így. Na most látjátok már előre, hogy ez a csillámos anyag lesz, amit nagyon szeretek. Úgyhogy nézzük meg valójában mit tartalmaz. Vagy miért? Mi a jó Isten ez már? Ó, te! Természetesen ez egyébként, nem vagyok hülye, ez egy hajpánt. Na most, itt is az a kérdés jön elő, hogy ki a jó Isten vesz fel egy olyan hajpántot, amit a tiszta ilyen csillámos lesz a feje? Azt ugye lányoknak még ki se jön ám a hajából ez, mert hogy jön neki? Van itt egy ilyen igényes összevarrás, ami valószínűleg biztos nem fogja senkinek a fejbőrét piszkálni, illetve irritálni, úgyhogy bárkinek tudom ajánlani. Ez legalább nagyon nem tud elromlani. Már mondjuk dehogy nem. Ne bízzunk az ilyen véletlenre semmit. A következő termékünk az nem más, mint egy függönycsipesz. Úgyhogy ez gondolom egy dísz. Oh shit! Technika! Gyerekek, ez mágnes! Mit akarsz? Hát ez igen, ez nagyon nem fog lejönni róla, de... De ez gyerekek, ez technológia, fel tud tenni a függönyre. Ó, miket látok én itt? Itt árulkodik a minőségről minden. Hát nem tudom, látszik, itt egy ilyen ragasztópisztoly. Maradvány egy elég nagy, tehát hogy nem pici. Illetve az elején is vannak ilyen kis ragasztópisztoly darabok, de hát ez kit érdekel igazából, ez mindenkinek tetszik úgy, ahogy van. Messziről kell nézni, magasra kell tenni. Illetve itt, ahogy hozzáragasztották ezt a szart, ott is látszik a ragasztópisztoly nyoma, tehát ezzel dolgoztak, legalább azt bebizonyítják. Tehát, hogy ez egy dísz. És tényleg full technology. Ó, hogy ez még hozzá is van áll, nehogy elvesszen. Szóval, hogyha valakinek igénye van ilyen díszre, az akkor ezt vegye meg. Én nem tudom, szerintem ez maximum ronthat a helyzeten. Inkább legyen egy lyuk a függönyön, mint hogy ezt oda tegyétek. Ez így minden ízben borzasztó, és hát ez nem dísz, ez így csúf. A következő termékünk az nem más, mint ez ilyen ostor. Hm? Szóval, hogy ez ilyen ostor, vagy mi? Ez arra való, hogyha esetleg te igényt tartasz rá, akkor ezt felteszed a kulcstartódra, és bárkit, bárhol el tudsz ezzel picsázni. Mondanám azt is, hogy de ilyenekben áll, nem megyek bele, hogy itt is egy ilyen szép kis cellux van végig, hogy az egészet összetartsa, de most ilyenekbe kár belemenni. A következő termékünk egy csini baba. Mondjuk így. Ha? Na? Ez egy angyalka, de nem akármilyen. Ó, figyeld! Ott a fény. Szóval, hogy igényesen megoldották, hogy ott legyen a fény. Karák! Az eleje nem is volt az, nem? Hallgasd! Az elejét! Nem is az, nem? Ott van valami, ami nem az! Nem az! Ja, mert lehet jogsértő. Hoppá! Nehogy aztán felismerje a YouTube. Jó, most már shut up. Oda, shut up! Na! Szóval szerintem sokkal ártatlanabb és aranyosabb így ez az angyalka. Ezt fára lehet akasztani. Nyilvánvalóan vannak ilyen szöszmöszök, amik így jönnek le róla, de ez senkit nem zavartat. Ocsmány. Minden ízben ocsmány. És hogy ez itt mi, gyakorlatilag ez megint csak az, mint sok terméknél, hogy felidegesítsen mindenkit, hogy ezek így osztódnak, és mindenhol ott maradnak, ahol teszed, úgyhogy senkinek nem ajánlom ezt a gyönyörű angyalkát, hogy megvegye. Bazzáját, itt most minden angyalkás lett. Na, gyerekek, az utolsó termék, beszarsz mi ez. Először azt hiszed, hogy mit tudom én. Amint kibontod, rájössz, mert elolvasod, hogy ez hajgumi. Tehát, hogy rá van írva, hogy hajgumi.
Na most gyerekek, ki a jó Isten teszi a hajgumit a hajába, de most őszintén, tehát amikor már vannak ilyen tök csicsásak, meg szépek, ki tesz ilyen brutál nagy befőttes gumit a hajába? És ebből egyébként kapsz, hogy 800-at, szóval, hogy minek ennyi, kettő, tényleg ki teszi ez bele a hajába, és miért? Nézd már meg, kapsz egy nyakörvet, he. Nyúlnak használt, nyakörv. Arról egyébként ne beszéljünk, hogy ez például egy ilyen... Hát mondjuk csak úgy szépen, hogy ez nem ugyanakkora az egész. Tehát nem tudom, hogy látjátok ti jól. De hogy ez rosszul volt megvágva, ez valami selejt, mert amúgy az egyik része vékonyabb, mint a másik. Úgyhogy, hát igen, minden itt a minőségről árulkodik, ezt nagyon szeretem. Imádom, perverzióm ilyen dolgokat venni, és ilyen szarokra költeni a pénzt. Na hát gyerekek, köszönöm szépen nektek a figyelmet. Hogyha tetszett, akkor nyomjatok egy lájkot, egyébként ezzel nagyon jó játszani, csak mondom. Fel is iratkozhattok Amfield Shop a leírásban, illetve Facebook is. Pisztácia, szevasztok!